kormányváltást akartak. Tehát ugye Brüsszelnek van egy elképzelése a jövőről. Az más, mint amit a magyarok gondolnak a jövőről. Ők azt gondolják, hogy Európát meg kell változtatni, sokszínűvé kell tenni, és be kell engedni először is a migránsokat, mert az jó. És ők be is engedik milliószám. És aki meg ezt nem teszi, mint a magyarok, mert szerintünk ez nem jó, hanem rossz, és mi egyáltalán nem akarunk együtt élni a migránsokkal, mi magunkkal szeretnénk együtt élni, mi védekezünk ez ellen. Ezt ők helytelennek látják, rá akarnak bennünket szorítani. De ezt a kormányt, a nemzeti kormányt Magyarországon eddig erre nem sikerült rászorítani. Van egy elgondolásuk a jövőről, hogy hogyan kell nevelni a gyerekeket. Szerintünk ez a mi dolgunk, a szülőké, majd mi eldöntjük, hogyan kell nevelni a gyerekeket. Ők ezekben a zavaros kérdésekben, mint ez a homoszexualitás, LMBTQ, ez egész nem identitás kérdésben, azt gondolják, hogy itt vannak civil társadalmi mozgalmak, és ezeknek jelentős szerepet kell játszani a gyerekek nevelésébe, időnként a szülők helyett is. Engedjük hát be őket az iskolába. Nekünk föláll a szőr a hátunkon ettől, hogy a mi gyerekeinkhez ilyen emberek fognak beszélni az iskolában ráadásul. Mindenfajta szerintünk marhaságokat az életről, hát majd mi elmondjuk, hogy szerintünk milyen útravalóval érdemes egy fiatal embernek elindulni az életbe. De szerintük ez nem helyes, amit mi csinálunk. És harmadrészt, ők minél több jogkört el akarnak vinni Brüsszelbe, mert ők egy nagy európai birodalmat akarnak, amiben nem tagállamok vannak, hanem inkább provinciák, helytartóságok. Mi pedig magyarok vagyunk, és nekünk a nemzeti függetlenség olyan, mint a levegővétel, ragaszkodunk hozzá. Ez a vita lényege. Ők azt mondják, hogy miután a magyar kormány folyamatosan kiáll a saját fölfogása és a magyar érdekek mellett, kormányváltást kell elérni Magyarországon. A választás előtt is ezt akarták. Hát ezért vásárolták meg a magyar baloldalt. Ezért jött létre a dollárbaloldal. Megvásárolták a magyar baloldalt, adtak nekik pénzt, buktassátok meg a kormányt, nyerjétek meg a választást, mi ebben segítünk nektek, utána pedig hajtsátok végre, amit mi kérünk tőletek Brüsszelből. Ez volt a játék neve. Csak a magyar nép másképpen döntött. És hogy Brüsszel azzal szembesült, hogy a kormányváltást akart, de a magyar nép meg más szeretett volna. És most mit kezdjen ezzel a kormánnyal? És megpróbál bennünket mégiscsak a választási eredményektől függetlenül rászorítani arra, hogy azt tegyük, amit Brüsszelből helyesnek gondolnak.